Na jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Várjál, most már úgy itt vagyunk, csak még nem látszunk egyébként. Most no, a látszunk. Szavaztok, mindenkinek. Boldog szerda reggelt kívánunk a legtöbb embernek, remélem I, jó vagytok. nagyon reméljük. Több minden is van egy hirtelen reggel. Reméljük túléltétek a tegnap esti streamet. Igen, nagyon durva Mi, volt. Mindenki jól érzi magát. Nagyon durva volt. Hát eléggé káosz, volt. ez, egy, ez egy káosz volt. Arra én sem számítottam, hogy bekapcsoljuk azt, hogy mindenki hallja mindenkit az kicsit megnehezített az értést, szerintem. Igen, így viszont minden oldalon ö, ö, ülő néző hallotta azt, A amit hallani kellett. Egyébként ebben ilyen szempontból ez igaz, Igen. tehát hogy, hogy jó volt, hogy egymást is hallottuk, meg így tudtunk egymásra reflektálni, de tényleg egy nagy káosz volt. Hát remélem, illetve hát nem remélem, mert láttuk, hogy volt egy pár ember, aki nem esett le, hogy ez egy ilyen poén. Azt nem tudom, hogy hogy, mert ugye elmondtuk, meg elmondtam én is. Igen, tehát Az, uh, az hogy... egész egy direkt ilyen vicces, terveztük Zsuzéval, uh, és szerintem azért valamilyen szinten összejött. Nekem teljesen a régi lampartik, meg a régi ilyen lanos hangulat Abszolút. jött vissza, ez a baromkodások, a szerverbeállításokat basztattuk, és akkor így gyors volt a kör, meg lassú volt a kör, meg ilyen nagyon hülyeségeket csináltunk. Szerintem vicces volt. Egynek elment, ö, aztán majd lesz, hát majd lesz majd try hard még az évben, jó pár. Azt is, a, abban van a legtöbb. Ebből sokkal van. Az az igazság, hogy nem is szabad szerintem ö, spoilerezni ezzel kapcsolatban, de lesznek ö, lesznek még kompetitív lesznek, ö, hogyne, ne, lesznek. Ö, most mondhatnám azt, hogy következtethetünk arra is, hogy szeretitek ezeket az ilyen izzadságszagú betonmeccseket, hát. meg minden. És igen, tényleg, azért mar, nézik, mar, a sokan nézik. Csak hát sajnos elmarad. <laughs> Jó, e, e, súlyosan elmarad a, ez, a, a, az ilyen baromkodások. Talán... Hát a baromkodásokhoz nem lehet szartó, ez olyan Ez, ez olyan, mint a női futball, vagy a női kosárlabda, tudod. Amire a azt, föl? mondják külföl, külföldön, igen, hogy, 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 hogy rohadt disznók el van nyomva ugye a sport, nem kapnak pénzt, meg stb. Uh -huh. Ilyenkor szoktak a nők felé nézni, hogy de miért nem néztek? Hát... Tehát, hogy ha ennyire fontos, menjél ki meccsre. Ha. És akkor, és akkor az van lesz benne a Az lesz a népszerű, és a játékosok nagyon sok pénzt vannak keresni. Miért nem néz? <laughs> ez a baj, ez de, de mindegy is, uh, attól függetlenül nyilván ennek a kompetitív résznek teljesen más szerepe de, de van. Meg teljesen más közönséget érint. Így van. Meg, meg meg ugye az is a cél, mert, az, mert tehát ahogy szokták mondani a mi csatornánkkal kapcsolatban, fasság van elég. Pedig egyébként ezek szerint még több szükség lenne erre, szóval... Igen, bár azt, bár azt lássuk be, hogy azért Zsozi egy egészen más mixtúrát hoz ebbe a dologba. Teljesen, uh, igen. Ilyenkor. Uh... Én bolzasztóan élveztem, utána Zsoziba is beszéltünk, ő is élvezte, meg a néző is, úgyhogy ez a lényeg egyébként, ezért csináltuk az egészet, tényleg. Hogy uh -huh. a nézők is röhögjenek egyet, is, ahogy olvasgattam a visszajelzéseket, eléggé vicces volt sok embernek. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Ez a lényeg abszolút. Még azt helyre akartam igazítani a tegnapi nappal kapcsolatban. Látom, hogy ténylegesen sikerült összehozni ezt a kampány szintű megmozdulást a Diablo stream kapcsolatban. Na. Zsadit nézd már, megbazd meg. Hát még nincs, bassz. Azt mondja, van rakjam? Ki van rakjam? Zsadi, bazd meg. Nem, még nincs kint a vod, de ki lesz? Takony jöjjön ki. Hát mi a kurva élet? Mi az, hogy bot fenn van? A rohadt kurva élet, bassza. Hát hogy lehet idejönni jönni 8.35-re? Délig. Volt fenn van? Délig kint lesz a volt. Hát bassz. Ebédhez bot. már. Hallod, lapát nem maradt volna egybe, bassza meg a családba, ha ekkora parasznak született. a kurva meg. élet, bassza meg. Hát ilyen a világban nincs. Na, Na így, Zsadi, semmi musz, gond. Musz, muszáj volt gond, magam zsadi. így reggel. Szóval, a Diablo szavazással kapcsolatban óriási volt arra ébredni, hogy kiegyenlítődött a druida ja, igen. és a Így, van, így van. Mondom, hát ez hihetetlen. Mi fog itt történni? A, kampány, a, varázslók reggel. A kampány működött. Erre bazd meg, erre bazd meg, Nyolckan felkeltek a szorszerörök. Azt egy fél százalékot már megint borítottak rajta. Beszarás. Kapta. Egyszerűen beszarás. Hú, ez ilyen. Ez ilyen. Működött, ez Egyébként az a jó, hogy én nem befolyásolom ezt a szavazást, mert én teljesen másra szavaztam. Igen. Hát hogy a fenébe? Jó tetted, jó tetted. Teljesen másra szoroztam, Na, mindegy. Azt vettük észre, hogy a tegnapi Mortal Kombat streamben már éreztem ma zavart az erőben. Na, valami mi? történt. Nem tudom. A mix a fél? közönségnek változott. Ami egyébként teljes mértékig a tegnap este is ott volt aha. nálad, és most is itt van. Most? Ezen a valami, valami van, valami van, én úgy érzem. Vége lett a sulina? Én, nem. Én úgy érzem, hogy valaki nem megszánt minket itt a a, 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 nagy streamerek közül. Igen? Ha és lehetséges, hogy kaptunk egy ajánlást, vagy valami ilyesmi, hmm. és akkor most, most, feljebb kell vigyük a teljesítményét egy kicsit, mert új ne, nézőink hisz, ezt nem tud. Ez nagyon durva. Még úgy, két hét van a suliban. Új nézőink szívás. van. Mert. Ez nagyon durva. Volt. Ez az végre új úgy nézők. Úgyhogy ezekkel kell, kell kezdjünk valamit, és kész. Mondom, mindig vannak időszakok, ez most megint egy ilyen izgalmas dolog uh -huh, egyébként. Uh -huh. Az a lényege, hogy ez úgy működik, hogy ha nem produkálsz valamit, tehát hogy nem kezdesz így random ordibálni, érted, vagy nincs valami, hanem egy kicsit tudod olyan régebbi stílusú streamet <laughs> próbálsz csinálni, akkor <laughs> úgy eltűnik úgy minden. Amikor így feljelvisz az energiát, akkor meg érzed, kinek kurva Mindenkinek. És ez így, jó, de ez így mindig de, így volt. De ez nagyon, de most nagyon-nagyon érződik. Most Nekem nagyon, érződik? nagyon... tetszik egyébként ez egy bizonyos szinten. Olyan old school érzés. Hát én... kicsit azt talán. Én... nekem az egyébként. Szerintem az az egy rontás levétel jó, jót tenne most. Igen. Köszönjük. Volt benne az is egyébként tegnap, hogy már tegnap délután azt kérdezgették, hogy mikor kezdődik a és mérkőzés. Szóval kint, eb... volt, kint volt, az időpont. Az volt, nem az a lényeg, nem az, hogy ki van az időpont, hanem mondom, hogy ja, Lehetséges, hogy ennek a meccsnek gyakorlatilag a híre az, ami kicsit most megkavarta a dolgokat. És lehet, amúgy ennek lehet. rezgéseit és vagy utórezgéseit simán, simán, ez benne ö, van. De komoly volt. Ez, ez benne van. Én annyit láttam, hogy Zsózsi szegény, hát nem szegény, ö, tegnap ö, szlotozott itt a Twitchen, és tőlösebb vég az kereszték. Mikor lesz? Az... Hiába nyert, vagy valamiért adott a izén. Mikor lesz? Mikor lesz? Ennyi. Ennyi. Zsangó Mangó. Zsangó Mangó, ennyit tudunk erre mondani. Ennyit lehet. <laughs> Egy, de, de, de. Most. Na, úgyhogy ennyit a tegnapi napról. Ennyit. Jani, a volt fel van? Hát, még nincs. Orvos léged, vagy már? nem, ne haragudjatok. Ne, ne borzalom. Öcsém. Borzalom. Sárba, sárba tipornak. Milyen Tényleg. munka Gondolj vele. Gondolj vele. el azt, hogy elkezded a az meg bemész a munkahelyedre, és így kezdi valaki. Bold? Kérsz, hogy kész vagy? Kész már? Bold megvan már? Hm. 8 perc, 5 perc. Ah. Balázsnak van igaza, köszi szépen a helyesbítést. Fent van amúgy a volt, csak ti nem látjátok. Így van. Mert privát. Így van. <laughs> Na, öm, ettől függetlenül nyilván öm, van néhány könnyedebb dolog, amiről öm, lehet beszélni. Én öm, igazából szerintem most 30-40-ig fogok mutatni két dolgot, és utána a vége, jó? Öm, Na, mint, hogy már de... akkor ennyi lesz a há? Ja, akarsz, ja, azt mérni? hittem, hogy, azt hittem, hogy, akarsz, hogy vége. De, nem, de, hogy nem mondjam, hogy nyugodtan. Ha, jó, erre nem készültem fel. Amúgy nem. Igazából ez innentől kezdve. Már... Ilyen rövid happy hour nem csátunk még 15 perc. Az kemény. Egyébként benne van. Egyszer kipróbáljuk azt is. Jó van, nem. de nem, most. Nem most. Most, most, most ez egy normális áhá lesz. Azt hiszitek, hogy Jani most magyarázkodik, mert amúgy így bazik erre. Nem. Ezzel töltik a műsort. Nem igaz! Ezen most tényleg elgondolkoztam, ja. de itt vagyok. Figyelek. És esetleg elgondolkoztál előtte? Most Azt Azon, amiről beszélünk? Igen. Mert amúgy ez fontos lenne. És mi az, úgy, amit mutatni? De lehet, hogy magunk mutatni valamit, lehet, hogy nem. Lehet, hogy végig gondoltad, lehet, hogy nem. Én szeretnék <laughs> látni valamit. <laughs> Ott van, tessék. Merítsünk akkor, a, a, a mielőtt mutatok néhány dolgot. Na. Proton azt kérdezi, hát, én gondolom tőled, de nem tőled. miért hordod egy a bal kezeden? Mert minden nap meglátogatsz engem, és a jobbat végig használom kell. Nem akartam összekoszolni. Hát, ez lehet az oka. Ezért. Ö, egyébként. Ö, de, hogyha mondjuk valakinek mondjuk más a szokása, én lehet, hogy ez valamilyen, ö, ilyen, ö, hogy is mondjam, az ilyen vallási dolog lehet, vagy lehet megsegetni, hogy, Bal, hogy ilyen szinten. Aha. Én ezt sose tudom egyébként, szóval én ezt teljesen vakon. Nézd, látod ezt a mosolyt? Látom a csillámpónikat is látom, hogy elúsznak előtte. Mm. Láttad te is? Van olyan, igen. Ott mosolyog mögöttük. Láttátok, hogy Tom Holland fejbe baszta magát azzal a kurva zászlóval? Mert én azt hittem, hogy csak majd. Na, én nem láttam. Magas megosztott ő. Ja, vágom, de nem láttam. Azt, azt mondták, hogy most tudjátok, ő le a forma egyet. És én azt hittem, hogy a, hogy a hogy csak majdnem. És tényleg fejbe baszta magát? Elvileg, elvileg Meg. ő megosztotta, hogy eléggé. Forgatta az ászlót, és na, elkapta. Rövid a keze. Ja, igen, az lehet. Hallottad, hogy lehet, hogy ő lesz Jézus? Ezt most nem mondod komolyan. Szkolz, ez is csinál elvileg egy új filmet Jézusról, és, és elvileg benne van a, a, Pixisben lenne Tom Holland Jézus. A rohadt életben. Hát Segítek, mindenki baloldalon oldalon hordja a jegygyűrűjét. Én mindenre tudtam volna gondolni, de arra, hogy Jézusot se filmet, ne, arra nem. Hát most na, ez van. Ö, azért van -e ez, mert ugye azt mondják, van, aki huszárnak mondja, van, aki magyarnak, de az a lényeg, hogy... Jó, megint rájöttem a HDMI kábelemre. Magyar ember karját, faszát baloldalon hordja. Ezt szokták mondani. Meg a jegygyűrűt is, na. Azért lehet gyanús, hogy a legtöbb ember ott hordja baloldalon. Balolda. Ezért van ez így. Így van. Hát így van. Logikus. Én a hajcsatot is ott hordom. <laughs> Jó, Istenem. Igen. Szóval Tom Holland lesz Jézus. Ez most egy kicsit kibasztanám a biztosítékot, mm. most egy elképzelem. Egyem. Durva lesz amúgy. E szkor, ez Korzizi milyen Jézusos filmet tud csinálni? Hát figyelj, őszintén, őszintén akar, Jani, Nagyon sok kreativitást nem tudsz ugye implementálni ebbe a Nem, ebbe ebbe a, a nem. Mondom. egy újabb feldolgozás. Egy... Értem, értem, értem. Ennyi. egy együttos... Azt hittem, hogy átülteti a sztorit valami maffia sztoriba. Ez hogy abba fog átmenni. Tulajdonképpen. De <laughs> végül is amúgy benne van. Az is lehet. Tudod, egy maffia sztori? Hát, ha jól gondolunk, ha az egyházra, mint maffia tekintünk, Na, amúgy nem igen. Nem feltétlenül, hogy maffia tekint. <laughs> egyszerűen idegen terepen van az új srác. Érted? Utána ő ugye családot akar alapítani. mert olyan családot hát, igen. akar alapítani. Lesz köztük egy áruló. Elárulják adott területen, Csak Úgy az... család, te itt, nem? Az a baj, az áruló és nem el... hal meg ebbe a sztoriba. De ez is Scorsese sztoriában meghal. <coughs> hogy ne hal meg? Meghal ő? Persze. Hát de nem, de nem, de nem a, a, hívek ölik meg. Nem. Na ez az. De egy nem. igazi maffia filmben lemészárolnák. Itt ez máshogy <coughs> van. elárul valakit. Na igen. Öm, ez van. Öm, és ugye egy na mindegy, de, tehát tulajdonképpen tekinthető annak is, tehát Scorsese amúgy meg fogja tudni csinálni, ez van. Elszpolyáztuk a sztorit. Igen, mint a Queen filmet. A arra? Nem volt szándékos. Hogy nem emlékeznék. Igen. Igen. Na, szóval ez egy érdekes lesz, de végül is ott lehet, Hallottam ré, ezt. Régen volt már ilyen Jézusos feldolgozás, uh -huh. vagyis ilyen filmfeldolgozás, most tényleg nem. Uh -huh. a legutóbb ez a, 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 passió volt. Nem? Azóta volt ilyen nagyobb Szerintem volumenű? Nem. Hogy... nem, az, az, az meg régen volt. Uh -huh. Na, kíváncsi vagyok. Mondjuk ez egy elég naturalista feldolgozás, uh -huh. ahhoz képest mit tudnak kihozni. Igen. De Tom Holland mit keres Jézus szerepében, mindig nem tudom feldolgozni. Hát, jó képű fiatalember. Ja, ja, jó. Ez van. Jó. Szóval a egyébként visszakanyarodva a jegygyűrűs kérdésre, a, hogyha visszamegyünk a szokásokra, mert most gyerek megnéztem, mert jól emlékszem, hogy jól tudom, tehát alapvetően úgy van, hogy ez a bal kéz, uh -huh. tehát, hogy, tehát elméletileg a, ugye, a, az eljegyzéstől az esküvőig, ugye Hogyha már felveszed a karika gyűrűt, amit már közösen választasz, azt amúgy itt hordod, de hogy amúgy szokás áttenni a jobbra az esküvő után. Most már mindent értek. Igen. Úgyhogy ez, 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 ez lehet az oka annak, hogy. Tehát a jobb kézen kell hordani, hogyha már megtörtént az esküvő. Igen. Mindent értek. Igen. Az esküvő előtt bal, aztán jobb kézen. Mhm. Uh -huh. Aha, szóval akkor ezért kereszték tőled, hogy mit keres a bal között, Igen, de alapvetően a, a legtöbb ember baloldalon hordja a jegygyűrűjét egyébként. E, ennek e, e, több oka is van, ami miatt bal oldalon hordják. E, a bal oldala a szívvonala. Ez az, ez, erre voltam kíváncsi. Ezért az összetartozást és a szerelmet ez tükrözi a legjobban, szóval a jobb oldal az... Az ö, igen, és ö, hát ugye a valódi oka pedig az, hogy a legtöbb embernél kevésbé, kevésbé van kitéve ugye a baloldal a bal kéz, a, bal kéz ö, a melónak, meg az igénybe vételnek, és nem kopik annyira. Mm, nagyon jó. De a lényeg az, az, hogy már nem vagy romantikus, hogy átteszed a jobb kezedre. Mert ott már összeházasodtál, ott már vége van. Ez <gazodik> már semmit nem kell csinálni. Ott <gazodik> a vége van mindennek. Ennyi volt. Um, mert most érted, tudod, hogy hogy szoktunk el Tehát valószínűleg azok a hordják jobb oldalon, annak egy balkezes. <laughs> Igen, valószínű. <laughs> um, na, szóval a lényeg, a lényeg, um, ez, ez tartozik egyébként ehhez hozzá, hogyha kíváncsiak vagytok rá, és már felmerült. Kicsit randomnak tekintettem ezt a kérdést, uh, de, de ti soha nem tudjátok, hogy amikor a chatben olvasok egy kérdést, az nekem a fejembe hogy hangzik. Azért, mert az írás. mert, a ne Nem, azért nem, azért nem ö, nem alkalmas az ember írott kommunikációra, mert nem tudod. Hmm. Ez olyan, mint a fenn van Tudod? Ja, igen, igen, Ez igen. Az Tehát, hogy miért a bal kezeden hordod egy gyűrűt? Ez, tudod, lehet olyan is, hogy kíváncsi vagyok rá. Hogy miért ott hordod? Lehet az is, hogy hogy lehetsz te az egyetlen barom állatban az, meg aki a bal oldalon hordja egy gyűrűt, mi bajod van. Tehát egy többféleképpen hangozhat egy kérdés, sose lehet tudni, hogy a fejedben hogyan hangzik el. Um, ez van. Um, az angolok a... hordják a balkezőket. Hát Pisti angol, ezt már régóta megbeszéltük. Én? Hú, hogyne. Tehát már annyira régóta, ez, valamelyik happy hour Én a legangolabb. Valahol a századik és a háromszázadik happy hour között volt erről szó. Egyébként igen. Mutatnék egy kis klippet egyébként neked, Jani, egy hogy nézd meg. El tudod, hogy mostanában elég sok az ilyen ö, ö, protest, Na, aminek kapcsán tudod, tüntetnek öm, igen, öm, igen, igen, igen tudod, bizonyos eseményeken általában olyan eseményeken tüntetnek, amiket sokan néznek, de közvetlenül nincsen köze ö, az adott dologhoz de ez most megint a veszten az olaj hasonló ja, tüntetéssel ja. van szó és ugye, hát itt a legutóbb a snookerest mutattuk, amikor ugye felugrottak igen. ott az asztalra, leszorták Tudom. a parra meg minden, és akkor ott azt a második próbálkozót már elkapták azt a, elkaptán, a, igen. a felterekvők öm, vagyis a feltörekvő a, embert a, a bírák. Itt egy ilyen táncverseny jellegű ö, ö, dolog van, egy ilyen televíziós táncversenys műsor, ahol oh, berohan valaki, és ö, őt egy új módon Na, ezt nézzük ö, kapcsolták meg. le. Igen. Nem tudom, láttátok-e. E, itt ezt a Twitteren osztották meg ezt a videót. Mire kapcsán, ugye látjátok, hogy itt van a táncos pár, majd ott jön Johnny, ö, a hölgy, és a srác, és felnyomják a sárga cuccot, és ott Asterál, Vatmarker, és jön a kamerás, csak a kurva Azt a kurva nagyon jó. E, hagyok időt, mert ugye ez egy ismétlődő dolog e, ilyenkor, és itt felhívnám a figyelmet néhány egyéb részletre. Tehát ugye nézd meg a koreográfiát, tehát mocskos mód táncolnak. De nem Majd hagyják figyel, abba. Befutnak a fiatalok, ők fosnak rá, táncolnak tovább. A kamerám fogja, leüti a kurva anyába a cságot, hogy fuck you, a tánc pedig úgy pörög tovább, mint a gép. Nem állnak le. nem állnak le. Érted? Kamerás csába azt fogta, azt mondta, hogy hello. Hall, de viszont őszintén, Én nem tudom, kik ezek a táncosok, de vérprofik amúgy. Pro. -fiz tehát én még ilyet életemben nem láttam, nem állt le. Ez a profizmus? Nem, egy másodpercig se. Szempillájának rezzenése nélkül. Érted? És Semmi. ez a kamerament, öcsém, Jesus. Tehát amikor fogod a nagy kránt. És oda Így. És így. Hú, már megint ilyen izék. Beszaladtak. <laughs> és akkor fogod ezt az egészet, és azzal a krénnel, ami egyébként oké, hogy ott egy ilyen nagyméretű tévés kamera van rajta, de azt a hölgyet, aki beszaladt a porral, egyébként, Új, azt, azt, önmagában az a krén, így meg tudta volna lebegtetni így körbe az égbe, annak van súlya. Az frontába jába basz, azt kapta. És szerencsére nem a hölgyet kapta el, hanem a gyökér Igen. gyereket. Igen. De annak foga nem maradt a biztos lehet. Á, biztos, hogy kapta nagyon. Na mindegy. Az, úgy, az, az ott nagyon komoly súlya van. A banat. Csak banatom, megmutatom nektek, mert itt kell látni ö, azt a részét, amikor ugye... Ö, én úgy látom, hogy a kamera nem sérült, mert pont jó oldalával kapta el az egésznek. Én nem mert nem ugye tudom. ez egy ilyen szerkezetben van benne, és ugye van egy fém oldala, Igen. és a fém oldalát tolta oda neki. Ez szóval... így igaz. Én már láttam kamerát. Ez nagyon fontos ö, így életemben. Uh -huh. Itt is van egy most, amire nézek. Most én nem tudom, hogy akár a Studio 6 a, a, a az Ursa. Hát igen. Srácok, itt nem kellene nagyon bohóckodni. Én azt mondom, hogyha valaki csak bevállalná azt, hogy arccal nekifut az Zobinak, bármelyiknek, lehet választani. Hogy melyik az erősebb? Az arcod vagy az Obi? Én nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagy baja lenne annak kamerának. Hát, hogy nem. Őszinte, nem legyek, úgy. mert az fáj. Igen, igen, igen. No, nehéz dolgok ezek. Ez ilyen? Fú, ez kegyetlen durva volt. Ilyet azért még nem láttam. Na, hát kiütöttem. Ez egy teljesen új. Ennél már csak azok a, 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 a nekszövelebb cuccok, amikor, nem tudom, láttad-e, hogy ez utat szokták elállni. Ö, igen, sokan igen, igen, ilyen igen tudom, tudom. Nagyon sokan ilyen forgalmas utakra ülnek le, igen. Ö, stb. Ö, és hát az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a videók, tehát lett belőle egy ilyen 70 kötőjel száz, amikor ö, hát kiszállnak. Azok, akik mondjuk munkába igyekeznek, és Tudom, akkor itt több verzió is miért. van. Van, amikor lecibálják őket az útra, Igen. meg van, amikor a rendőr szedi le róla az embert. Angliában egyébként hevesek az emberek, ahogy észre. Ott, ott, a, ott, ott, ott különösen. Ott, ott a taxisokat láttam, hogy kiszállnak. A éppen, éppen volt a kuncsaftyú, kiszálltak az autóba, és olyan kegyetlenül beleütött valamelyik a másikba, mint a kurva, Nekem az a nagy darab volt a kedvencem, aki is simán, mint a taknyot így lehúzza őket az útról, egy az kézzel. Is, az igen, is durva volt. Is van Azokat igen. nem akarom mutatni, mert az erőszak. Az nagyon erőszakos. Én nem amúgy. vagyok az erőszak híve, Mondta, mondtam már sokszor nektek, viszont humorosnak, humorosnak tudom találni az ilyen jellegűeket. Ez um, vicces amúgy. Ez van. Nyilvánvalóan én nem azt, ez megint egy olyan helyzet, sajnos, hogy az ügy, amiért ők küzdenek, az is azt is tiszteletben kell tartani, meg azt is, hogy ugye. Ö, 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 ők meg munkába igyekeznek, és ö, úgymond nem lesz jó magyarázat az, hogy már megint tüntetés hát, volt. A jogos. Úgyhogy, úgyhogy ez van, én megértem, de de érdekes látni az embereket, amikor, amikor így megőrülnek. Ja, nem, nem is értem tovább, hogy csinálják ezeket a különböző aktivitásokat. Meg tüntetéseket, de hogy mi értelme van ennek összességében. Hát tudjuk, mi értelme van. Semmi. Nagy részt, Amúgy. Inkább az emberek utálatát ö, vívják ki, de hát. Igen, ez igen van. ezt beszéltük, hogy sok, sokszor, sokszor nem sikerül felhívni erre a figyelmet. Ez az egyik része ennek a dolognak, a másik része ennek a dolognak pedig az, hogy bele lehetne menni abba, hogy, és ez nagyon fontos, hogy kinek mi a véleménye. Uh -huh. ezekről a dolgokról, hogy pontosan ők miért küzdenek, és hogy amiért küzdenek, az elhozná azt az eredményt, amit szeretnének, vagy sem. Ez már egy, egy mivel az internet vélemény alapú, egy megosztó dolog, uh -huh. meg mivel az internet, meg a, meg, a, meg a politika olyan, hogy akik elmondják, hogy mi van, nem hagyják beszélni. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes téma, de összességében mindenképpen jó ügy az, hogy legyen egy zöldebb jövő. Jaj, persze, az oké, okay, csak nem így. Tehát, hogy ennek én. semmi értelme nincs. Igen, a táncos videónál miről tüntettek? Ez jó kérdés. Nem, Ön, nem tudom. Én láttam ott ö, valami zászlót, mindjárt felfedezem nektek, hogy az mi az Isten volt. mert az... Addig mondom Uben de Guziának, hogy ö, igen, én láttam a Fradis vegán tüntetést. Az hatalmas volt. A, a, nem tudom, szerintem a 4-es-6-os vonalán van egy hölgy, aki egy laptopa vagy tablettel a kezébe magyaráz arról, hogy megalik az állatokat, uh -huh. és tudod, így elkezdett ott is ugyanígy magyarázni, hogy ez milyen rossz, meghallak a halak, meg a csirkéket ledarálják, és akkor hirtelen ezek a fradisták a szurkoló indulót énekelni. És így kb. nem is lehetett hallani, hogy mit mondott Csaj, kurva jó. Anyám. Ez nagyon tetszett. De amúgy az, az a vicces, hogy hárman voltak, és a három közül kettő nagyon elkezdett röhögni. A vegánok közül is, tehát ez nagyon vicces volt. A felidat a táncos műsornál, ez az áter vagy éterstál vetmarker. Uh, ez a Ristor Wetlands, tehát a, 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 a kiszáradtak a vetlendek Svédországban, és ezek 25%-kal több ilyen karmondioxid emissziót okoztak, ezek a dolgok, és ezt ellen tüntetnek ott. Ó, értem. Igen. Értem. Úgyhogy ez volt a, a, a kezében, az volt oda hogy Ristor Wetlands csak svédül. Igen. Az étolajos kamionos tüntetést is láttuk Pistivel, igen. Igen, ez nagyon vicces az, volt. A, az nagyon vicces Hát volt. sok ilyen előfordul, mondom, én meséltem nektek személyes sztorit is, amikor ilyen teljesen vakon voltak a tüntetők. Még annak idején elmeséltem nektek, hogy hogy jártunk a Greenpeace-szel. Nem ez a lényeg. Ők elhivatott emberek, ilyen baromságokra egyébként az okosabbik fajtát nem lehet rávenni. Meg általában azok nem érnek rá, de most nem ez a lényeg. Mondom, a cél az mindig nemes, uh -huh. az eszközökkel általában szokott gond lenni. Persze ezzel is van, aki egyetért, van, aki nem, mert akkor kitesz, hogy nem. Vannak, vannak emberek, akiket sokkal jobban meg lehet ö, mozgatni, ö, hogyha ilyen szélsőséges információkkal szembesítitek őket, illetve vannak emberek, akiknek ö, van olyan életszakaszuk, amikor különösen érzékenyek erre? Vannak. Illetve vannak olyan életszakaszok, nem minden ember életében van, de azoknak, akiknek van, amikor kifejezetten ez a lázadó érzés van benne az emberekben, amikor úgy érzik először, hogy végre tudnak tenni hát valamit. Meg vannak akkor, azok az egyetemi szakok is. Én végig ezt mondtam. Jó, tudom, Én végig ezt mondtam, csak próbáltam elkerülni a dolgot. És... Ah, ahol nagyon érzékeny emberek vannak. Igen, és akkor, és akkor őket nagyon könnyen meg lehet győzni arról, hogy Igen. mostantól ezt csináljuk. Egy darabig, na. Igen, Nem a hők nem nem. nem. nem, de és, és egy idő után ez elmúlik egyébként. Egy csomó embernél van, aki nem, soha. Ez van, de ettől függetlenül ezek a szervezetek, akik ezeket szervezik, ők jót szeretnének. Egyébként csak az meg kell látni, hogy vannak időszakok, amikor ilyen lázadó korszakot élünk, amikor hozzát, amikor tenni kell a világért, amikor először úgymond ráül a felelősség az emberekre, stb. Pontosan. Igen. Ez van. De a fontos dolgokkal kell foglalkozni. Láttatok a Chicken McNuggets tetris -t? Ó, bizony, bizony. Vagy nem? Ez Japánban van, ugye? Aha. Igen. Itt van. Ez a Chicken McNuggets Tetris, bocsúj, hogy zajja, szóval nincs a kép meg. És ez Frankó? Japánban van, és ö, ö, amiatt adták ki, hogy 40 éves a mcnuggets A Chicken McNuggets, igen. 1983-as. Tehát 40 éve van Japánban, és akkor, hogyha rendelsz egy ilyen különleges menüt, akkor kapsz egy ilyen Nuggets Tetris-t. Igen. Hát kurva jó amúgy, szerintem. Igen. És ugye az a poén ö, benne, hogy ugye egy évvel idősebb a mcnuggets mint a Tetris. Mint a Tetris, maga. tetris. Igen. aha. Igen. És uh, hát erre hoztak létre egy ilyen uh, promót. Annyira király. Itthon miért nincsenek ilyen király dolgok? Vannak. Na mi? Hát van, van már, burger, Boss meg. Na jó, de nem az, de ilyen Tetris. Jó, ja, hát nem van. tudod megenni, meg énekelni sem tudod. Jó, hát az igaz. Jó, hát tudja a Tetris démet, gondolom. Na, minden, Há, hogy ott van a miut. De minden így, így van. Mindenképpen érdekes egyébként. Ugye a Tetris, most már ugye mivel mindenki látta a filmet, gondolom, öm, öm, mi volt miatt, ugye tudjuk, hogy miért lehetséges ez, és így létrehoztak egy ilyen cuccot. És működik. Egyébként vannak YouTube videók, uh, unboxing videók. Igen? Vannak unboxing videók, uh, amik uh, amikben benne van, hogy uh, hogy néz ki a csomagolás, stb. És hát nyilván lehet játszani rajta. És ott látszik, hát annyit akartam csak így elmondani, hogy amúgy egy ilyen felnőtt ember, átlag felnőtt ember tenyér méretű ez a nagy. Tehát nem olyan kicsi. De én azt hittem, hogy ez egy kis picike. Nem, hanem. nem, nem. Ez nem picike, ez, hmm. ez nagy. Tehát, már uh, nem, megnézem, hogy a hogy találok el neked így Na, nézze, látod, unboxing videó. Igen, Akkor van unboxing videó, csak nem akarom a videót mutogatni, de mondjuk egy ilyen kép, szerintem megfelelő, oh, az óriás képek az interneten. Már a Google sár rég Igen. Hát a Tetris, igen, az menőbb, mint Valmar, de hát az ilyen. Kinek mi? Attól kinek szükség, mi hogy mit egyébként? Kérdezzel. Én is így gondolom egyébként azt a dolgot. Tehát itt Jó, láthatjátok, egész hogy, nagy ez. Hogy, igen, 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 ugye, igen. Mert, mert, hogy egy picit, most ez nem egy nagy felbontás. Jó, van, az. Mert, de itt látjátok, hogy ez nem kicsit, ez egy teljesen játszható méret. Hát, Ú, és teljesen. a gombok azok teljes méretűek, mint ahogy régen voltak, stb. Hát. És tök durva, mert ha jól láttam, akkor itt van is benne egy ilyen logó. Van, van, van. Ez ilyen plusz cucc, és akkor ez így van megoldva, hogy azt hiszem, hogy a a chicken, tehát hogy a nuggetses, ott kinek kicsit máshogy van, uh -huh. de így nagyjából átfordítva a, a nuggetses Happy Meal menühöz lehetett kérni. Én nagyon ilyet. nagy mennyiségű pénzben fogadnék arra, hogy valaki most épp azon dolgozik, hogy fusson rajta a Szerintem már már, 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 Vagy már, már. Ez, ez, már, ez már így megy. Vagy már fut rajta a dum. Mert ez a két lehetőség van. Igen. De, ugye, mert amúgy látni kell ezek be, ezek, a... ezek jó poénok, van ahol működnek még ezek, az tény, hogy ugye nyilván Japán nagyon sok mindenben más mint, mint Európa ott ugye eleve ez a gaming és gamifikáció ez egy már sokkal régebb, régebbre visszavezethető valami Tehát, vannak erről rettenet durva dokumentum sortok, igazából mm -hmm. ilyen nagy dokumentum sorozatoknak a, a kis részei és hát az, 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 valami elképesztő, hogy az, például az arkádok mit okoztak ott Japánban. Ja, hát ez... Vesz, az a világ többi részé. Hát ez teljesen kérdez. másik világ. Ja, így utána jártok például a Space Invaders nek, annak a történetnek, hogy ott Japánban ott az hogy működött, így az arkádokban, hát az tehát probléma volt, hogy elfogy az apró. Az országban. Az komoly, mondjuk. Mert mind a gépekben volt. Ez elég, 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 elég durva. Elég durva cucc. Mit Mi -e? Van új burger a -e, Mekiben? Tényleg? Van. van. Így van. Ne nézzetek utána. Volt az a volt az a, az a sorozat, azt hiszem Netflixen, a, a tudod, hogy a, a amit, volt a Toys What Made Us, Igen. meg volt a rajzfilmes, meg volt a videójátékos. És a videójátékosban azt hiszem. Abba, erről van szó. Azt hiszem van. Igen, tudjuk, már kiraktuk róla a, a kóstolós videót. Hogy lesz majd be. Mondtam másokszor, srácok, Ha nem nézitek a csatornát, nincs semmi baj. Csak legalább nem mondjátok, hogy néztek. Um, Szóval. Nincsen ezzel semmi gond, kint van a videó. De tényleg. Ott van. Igen. Szóval, a lényeg, a lényeg, uh, abban megnézhetitek, hogy milyen, tehát, mennyi, tehát mennyire más uh, ez az egész dolog. Uh, re rekordznak hívták a sorozatot, lehet, hogy rekordznak hívták, és akkor ott lehet hallani egyébként uh, ilyen elképesztő hát, dolgokat. Igen, igen. Uh, hogy ott mennyire volt másabb ez az egész. Hát itthon nem ment. De, 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 de most is sokkal durvább az árkád cucc. Itthon már, Jó, azt nem azt mondom, hogy nincs. Öm... Jó, mondjuk az az igazság, hogy itthon megint csak vissza lehet arra vezetni, mindig itt adunk ki, hogy ugye itt a szocializmusban annyira nem pörögtek ezek az árkádok, mert ugye akkor mentek pont, tehát így a 80-as évek. Igen. Ja. Nem, nem. Nagy Istok van igaz, a high score volt a címe a sorozatnak, Aha. és én azt hiszem, hogy valami rekordoknak, vagy valami ilyesminek fordították magyarul. Valahogy így volt megoldva ez az egész dolog. De a high score volt az. Igen. Itthon az arkádok, ö, voltak itthon is arkádok, a legtöbb helyen szerintem ott találtátok meg, ahol vagy ilyen, vagy ilyen, ö, ilyen, ilyen Partibuli hely, vagy valami ilyesmi helyenken voltak arkádok. Olyan a Balatonon é, voltam végfelemben. Igen, ott, ott nagyon sok volt, igen. meg ö, ö, ugye a nagyvárosokban az ilyen ö, biliárd és egyéb termekkel, a... meg ilyen kaszinó mellett volt. Igen, kaszinókkal együtt. Ö, ö, ott, ott volt ilyen bowling teremben, stb. voltak arkádok. Uh -huh. ö, az ilyen, az ilyen Szorok, sima szórakozó helyeken inkább flipper volt, meg ugye a nyerőgép, amíg még volt. Hát ez ilyen turisztikai helyeken több volt. Igen, igen. több volt. Meg igen. mindenhol volt, tehát volt, <laughs> voltam olyan helyen, ami büfé volt, meg volt is szegarali. Uh -huh. És így, tehát a szegarali az mindenhol ott volt. Uh -huh. Autós benyomja uh -huh. a pénzt. Igen. És úgy tényleg működött? Nálunk, nálunk nem tudom, hogy, a, hogy Budapesten mi a helyzet. Nyilván ott ugye van a Flipper Múzeum, ami már ugye egy egészen más ö, 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 téma, mert ugye ott tehát az már az már direkt volt ja, annak készült. Igen. Az volt a baj, hogy nagyon-nagyon keveset újítottak ezeken. Tehát a 90-es évek vége felé, és talán a 2000-es évek elején, eleje óta a legtöbb helyen nem volt új cucc. Uh -huh. Tehát ugyanazok a gépek vannak. Igen azok a gépek voltak, nem újítottak rajtuk az égényedt a világon semmit, pedig vannak új árkádok, vannak újabb árkádok, sokkal újabbak. Úgyhogy mindenhol, a Sega volt, ami 90 nem hát, tudom, hanyas, az, Jurassic Park, Terminator, a Time Crisis. Time crisis is, um, um, hát a Mortal Kombat is volt. Valahol volt Mortal valahol. Kombat, igen, de abból volt, volt többfajta több verekedős játék is mm -hmm. volt. Uh, egyébként. Uh, néhány helyen volt uh, Dino Crisis, néhány helyen volt House of the Dead. Ú, uh, um, a House of the Dead, tényleg. Um, volt Jurassic parkos os arcade, is, arra is emlékszem. Igen, igen, azt mondtam. Volt ez Virtua volt, Cop, szóval. igen. Uh, a Guitar Hero az már sokkal kevesebb helyen volt. Tehát az már jóval-jóval kevesebb. Killer Instinct? Ja, amúgy igen. Tényleg az is. Szerintem most már ez másról szól. Beszélj. De nem, de ezek voltak amúgy. Igen? Ez. Killer Instinct? Hogy, hogy ne? Hogy a fenében ne lett volna? Kedi igen. Balatonon száz százalék, hogy játszottam bele. Ott volt, volt. Golden Axe, de a Golden axe et mondjuk már nagyon régen láttam egyébként. Öhm... Gitárhíró Gitár híró volt árkét. volt, csak... Nekem az, már kimaradt. Hát egyébként, egyébként, egyébként no, óriási nagyot ment, csak itt itthon nagyon kevés helyen volt. Nekem az teljesen öh, kimaradt. Egyébként. Mert öhm, mindegy, egy csomóan rájöttek, hogy hát ugye ott is lehet játszani, és akkor ugye el voltak. Öm, igen, volt. Én, én azt gondolom, hogy itthon egyébként a legtöbb gyártó ö, megjelent, tehát szinte minden volt itthon, uh -huh. csak, ez a, csak nem voltak mindenhol elterjedve. Nem, ö, nem. Hanem voltak részek, ahol volt, vagy egy-két árkádban volt belőle, amiket így próbáltam sorolni, az ugye a legtöbb helyen volt ö, egyébként, ö, de voltak, voltak ritkább dolgok. Meg itthon szerintem nem volt szokás ez, hogy, hogy, hogy valaki órákra bemegy egy árkétbe. Tehát amikor turistaként vagy valahol, akkor értem, úgy a... a gyerek játszik két kört, Míg, az a amíg, amíg iszol egy sört, vagy vissza Igen, de hogy az. Tehát ott tényleg külföldönnek kultúrája volt, és akkor így összeültek a haverok, uh -huh. és folyamatosan lejártak. Itt is biztos volt, aki csinálta ezt, de szerintem sokkal kevesebb ember. Igen, igen. A Terminator Arcade az volt sok helyen, igen. Azok a nagy franchise-ok -ok mentek, meg a Rambo volt még ö, egy, egy jó pár helyen. Uh -huh. a Rambo úristen, emlékszem, meg hipnotizált érted, mert tíz másodpercenként volt a kettőből, amikor felköti a fejpántot, uh -huh. meg minden, és akkor, mert össze volt vágva így a, uh -huh. a Rambo kettőből, meg a háromból jelenetek, ameddig nem játszottál. Tudod, de nem is, is láttam. Hát Én ilyen real shooter volt. Uh -huh. Ugyanolyan, mint a Terminator, hogy volt egy fegyvert, ja, hogy letámasztó és akkor azzal kellett tolni, meg minden. Ezek, volt, volt sok ilyen uh, ilyen ilyen a legtöbb ilyen pisztajos vagy, vagy autós volt, amik jók voltak, meg a verekedős játékok. Itthon ö, ö, viszonylag kevés platformer ö, volt, így a, az, az, árkádokban néhány helyen előfordultak, de viszonylag kevés volt. Azt hiszem, uh -huh. talán, ö, talán Metal játszottam itthon egy párszor, ö, de a legtöbbje, tehát ezek mentek itthon. Autós, verekedős, lövöldözős az cső. Igen, igen. Meg volt a rendőrös, arra is emlékszem, a Virtual Cop, mm -hmm. a megkapra. Az is volt. Az is nagyon jó de meg volt. a Time Crisis is végül is az volt. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy mondom, attól függ, hogy a beik részén voltatok a, 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 az országnak, vagy éppen milyen helyen voltatok az, az adott részen belül, mert volt, ahol újabb dolgok voltak, de mondom, sokkal újabbak nem voltak. Egyszerűen így megragadt. Ez a dolog egy Meg. szinten és így nem ment tovább, csökkent az érdeklődés, stb. Hát most már már szerintem egyáltalán nincs, vagy teljesen így. De még? Ezek a mondtál, de ez hogy nem? Hmm. Ők mindig elszórakoznak vele a, 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 az emberek azért, mert tudod, otthon a gépen, tudod, ilyen perifériák nincsenek. Jó, hát persze. Tehát, ha a VR óriás itt ment volna, akkor már nyilván nem lenne annyira uh -huh. durva, de ugye ezt próbálta. Vagy még mindig próbálja egy-két helyen felváltani az de arkádokat. Egy de én nem tudom, van. Van még? Micsoda? Ilyen arcade. A plázában még van. Van még olyan? Én, én nem, én nem az, tudom. Egy-két gép van ott még. Lehet, lehet. Um, a, ahol lehet biliárdozni uh -huh. um, a mellett. Én úgy tudom, hogy van. Ezeket nem nagyon vették ki. Uh, én úgy én tudom, hogy a a, a szegarallik, meg a, meg az ilyen lövöldözős cuccok, azok ott vannak még. Uh -huh. itt. Tök jó. Ezeket nem, nem szokták. Néhány helyen megpróbálkoztak ezzel a VR dologgal, uh -huh. és hát inkább az árkét megy. Még, még jó, így. persze. Be, persze. Mint az. Azzal is próbálkoznak még itt Debrecenben is, de az a baj, hogy, hogy egyszerűen nem. Uh -huh. Nem ugyanaz, mert ugye az arcade az volt a lényege, hogy, hogy nagyon ismert dolgok voltak, és tudod, ezek, ez a, és direkt ráírt cuccok, tehát ez a short burst téma ment, és ott működött. A vr nagyon kevés ilyen élmény van, ami, ami annyira izgalmas tud lenni. Hát, ami a rövid idő alatt... Ami rövid idő alatt megy. Működik ez a pénzbedobós téma. Tudod, ez az új lejártna még egy meg egyet. Meg eleve idő még hozzászoksz. Igen. Felveszed. Az necces. Amúgy a VR headset ilyen szempontból nagyon necces. Meg eleve higiénia szempontból nem annyira fasza. Jó, ne ezeket a fegyvereket se törölgett át mindenki. De mindig, is. de de azért a VR az más, amit az arcodra tesz. Igen, de próbálkoznak most ezzel a, ezzel a vr dologgal, hát több-kevesebb sikerrel működik. Remélem, hogy összejön. Öm, a, az ilyen arkédeket, én azért, azért időben nézegettük őket, az egyik haverom nagyon szereti az ilyen flippereket, stb. Én is amúgy nagyon szeretem a flippert, de én flippert mindig azért tartottam távol attól magam, pedig még régen-régen, egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt még lehetett volna jó, jobb áron flippert venni, mint most. Most, Aha. már nagyon, most már nagyon ilyen antik cucc lett, meg, meg iszonyú drágák, különösen azok, azok amiket én szerettem. <kül> régen még lehetett volna normális pénzet venni, csak én mindig a karbantartástól féltem, tudod? Uh -huh. Mert a flippert azért gyakran kellett karbantartani. Ja, tartani. hát igen. És euh, akkoriban, hogy ezeket a videojáték hogy hogy lehetett volna megvenni, meg ilyenek. Amúgy éppen meg lehet őket venni, de azért elég drágák, hogy otthon Igen. legyen neked mondjuk egy szegaralid. Hát nem olcsó. Nem, nem, volt. olcsó. Nem, 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 nem volt olcsó, vagy így ilyen bármilyen, pedig azért elég menő lenne egyébként. Emlékszem, egyszer néztük a használtan Vannak fent ilyenek. Vannak, amúgy. vannak. Már nem sok, de vannak fent, lehet találni. Pistivel gondolkoztunk, emlékszem még régebben, hogy veszünk egyet az irodában. Igen. De nem. De nem. Végül nem vettünk. Igen. Pedig amúgy vicces lenne. Igen. Jó, nézzük. Úgyhogy az a baj, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon uh, nehéz dolog uh, egy ilyen originált uh, megvenni, mondjuk egy bármilyen midvéjes cuccot, vagy akármilyen hasonlót Mhm. Lágák. Igen, tudom, hogy lehet sajátat építeni, és tudom, hogy vannak újak. Tehát lehet venni újat, amikről ja, ja, 5000 ja. játékban. van Persze, van olyan. De igen, ilyen vagy ilyen cuccok, az annyira engem nem vonz. Biztos jó Én... lehet, amúgy az is, de. Engem a nosztalgia húzna. Igen. Tudod tényleg egy T2-t venni, vagy egy Jurassic Parkot, vagy tudod egy egy, egy, egy Time Crisis tényleg? Tehát az mondjuk egy ilyen eléggé baszus lenne. Igen. Úrsa Jurassic Park, az mennyire jó volt már, hogy rendesen meg volt tört mint egy safari autó. Igen, olyan volt, mint egy kocsi. Úgy volt, mint egy kocsi. És akkor bent kellett lőni, hogy bent volt egy baszott. Igen, a kéré, igen, és igen, akkor... De az akkora király volt, hogy U beülsz. És akkor ott felugrott a, a motorház tetőre a raptor, és akkor a szét kellett lőni. Ja, 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 lő, ja. Minden, Kibaszott kemény hát ez... volt egyébként. És utána mindig Sosan az a baszakodás, tudod, hogy tudod, úgy kellett újra tölteni, hogy kilőttél igen. a screenről, és egy már, tudod, igen. Én nem? És, és, hogyha a, a, kisgyerekek, akik már arra várnak, hogy ők a következő, közel az autóhoz, akkor fejbevágtad őket. Az életlen. Simán fejbevágtad őket. Ah, nagyon kemény. <laughs> nagyon, nagyon, durva van. Nagyon kemény, de durva egyébként, hogy ezek még mindig működnek. Itt milyen linkeket osztatok meg itt, ne, ne, be, ne már ki ott van, azt láttam már, ez az Arcade van a De istenem. az. Igen, ez az Arcade. Ez egy, új cucc, az, az egy új cucc. Ez igen. egy új cúcsaik, és csinálnak nagyon sok mindent, ami a jónak igen, néz Igen, de itt a retrónak lenne, de legalábbis, legalábbis nekem. Tehát nekem a retrónak lenne a lényeg. Vagy uh -huh. az lenne a lényege. Csak azt nem tudom, hogy azokat mennyire kell úgymond karban tartani, hogyha azzal valami gebasz van, akkor nem tudom, hogy mi van. Uh -huh. Vagy mit lehet csinálni. De mondom, nekem, nekem kifejezetten a retro jelleményt, tehát egy eredeti gép, nem pedig egy ilyen ö, új kiadásban ja, lévő ja, ja. dolog. Tehát nekem, nekem az képviselni az értéket, nem az, hogy mert most bármikor meg tudod oldani. Ja, persze. De az árkéd ebből a szempontból jó. Mondom, valamilyen lövöldözős vagy autós cucc, inkább lövöldözős cuccot. Azok már nőbbek voltak. Az jó. A is nekem jobban adta. Nekem is. Én mindig azokkal játszottam. Vagy valami jó verekedős játék, tudod, ahol van a two-player cucc is, meg minden, és akkor azzal ugye el lehet lenni. Amúgy egy, egy, egy Mortal Kombat, A Mortal az, az, nagyon... az, 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 jó lehet egyébként, abból volt egy-két durva. Az a baj, originált, tehát egyet azért, azért azt nehéz találni. Meg az, az, az borzasztó drága lehet szerintem. Igen, az a baj, hogy az, az OG -a sok. Ja. az sok. Az, 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 nagyon drága. Üh, igazából szerintem árkétből talán azt vennék. Uh -huh. egy, egy, egy mortál egyet, de de, de sosem fogok. Az már, egy, az, már egy, nagyon luxus dolog, srácok. Úgyhogy, úgyhogy azért mondom, hogy ezek egyébként mentek, pörögtek itthon is, nagyon sokan játszottak vele. Azt egyébként még a felnőttek is élvezték, emlékszem még akkor, amikor mi voltunk gyerekek. Hogy a szegarallit. Igen, ö, igen. Minden. Meg a is amúgy. Abszolút. Nekem emlékszem, apukán nagyon... Volt valami tán. varázsa ezeknek az árkéneknek, hogy, hogy nem úgy kínálták a szórakozást, nem érezted ezt a kocka feelinget, tudod, Han, mert ugye nem, nem ezzel a vezérlő cuccal álltak neked. Jó, a verekedősök, igen, de azzal nem is játszottak annyian. Ö, hanem, ez, hanem, tudod, pisztoly volt meg kormány, amit mindenki értett, mm -hmm. hogy micsoda. Érted, hogy menő volt. És akkor amiatt működött a felnőtteknél, meg mindenkinél. Hogy meg, Meg ugye azoknál is, akik otthon amúgy játszottak, mert otthon nem volt hozzá tudott fegyver, meg nem volt esetleg szimulátor, uh -huh. meg hasonlók. A gitárról nem is akarok nekem, beszélni, az óriás siker. Nekem ez a szinten. táncos cucc maradt ki, ezt sose próbáltam. Nem próbáltam. DDR-t próbáltam, de nem a kon, nem az arcade ahhoz Aha. nem volt szerencsém, hanem a otthoni parot. Ja, az otthoni padot. De az arcade soha, soha nem. Igen, nem, nem, nem dob, próbáltam. Itt, itthon nem. is volt Dance, Dance Dance Revolution, nem? Volt, amúgy Én volt. Tudom, hogy volt. Persze. Nagyon-nagyon nehéz a Dance Dance Revolution. Valami Iszonyatos, hogy mennyire megpróbál. Hát hogy? Nehéz, nehéz amúgy Egyébként, ö, szerint, hát talán Pesten láttam ilyen táncos gépet, de én nem próbáltam. Én ezt is, is a Balatonon láttam, Dance Dance hm? Revolution. Az ment. Igen. Um, de ez amúgy rohadt nehéz. Én azt láttam, az, hát, hogy nyomják. Meghozza egy meg én nem Még nem tudom egyre nehezebb az árkéd, úgy van, megcsába hmm. vagy egy nehézségi fokozatot be tudsz állítani, mert valaki úgy nyomta be basszus, hogy én nem is értem. Hát úgy van, ez ugyanúgy van, mint, mint minden, minden árkéd rekordnál, hogy amikor pontra mész, tehát a high score-t akarsz csinálni, akkor a legnehezebben kell jársz, mert ott a legnagyobb a multiplier. Ja, értem. érted? És hát nyilván az a leggyorsabb, meg a leglehetetlenebb. Hát az, az, hát az mint gitárhiróba. Tehát mint ja, gitárhiróba is az, hogy le akartad nyomni a haverodat, hogy mit tudom én ebbe a számba, neked a, a high muszáj volt nehezebb fokozaton nyom, mert mm. ott ugye nem, nem volt, nem volt fullos pontszám. Így működött. Uh, nekem az Xbox Blackhez volt, uh, az original xbox az volt ilyen DDR padom. Hm. Az a is vagy ilyen. Igen, 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 igen. Brutál. <coughs> Na mindegy, hát ha valaki be ilyen nosztalgikus emlékeket tud ébreszteni. Biztos, hogy az. Szerintem ez mindenkinek az, amúgy. Hát valamilyen szinten igen. Hát valamilyen ez, ez, szinten ez igen. az. De engem már nem lepne meg semmi. Hogyha valaki ez nem, nem nosztagikus. Jó, hát van az a akkorosztály valószínűleg, akinek nem, nem, ez nem, nem, nem nosztagikus. Nem, nem, nem így értem, hanem úgy értem, hogy nekem bennem is az van, hogy mindenki nyomta ezeket a dolgokat, de lehet, hogy teljesen rosszul. Hát, szerintem akkor, amikor mi gyerekek voltunk, azt ott mindenki nyomta. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem azt mondom, hogy, hogy eljárt, de hogy mindenki kipróbálta ezeket. Jó, hogy egyáltalán kipróbálta valószínűleg. Én biztos vagyok benne, hogy ez ilyen alap volt igen. Um, nem tudom, hogy, tehát fura, hogy, hogy 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 sok mindenki van, aki úgy gondolkodik tényleg, hogy ezeknek már úgy úgymond úgy letűnt ez a korszak, meg minden. De érdekes, hogy vagy csomó mind a hamarabb bekrepált, mint egyébként az Arkád. Uh -huh. Mint olyan. És utána, a mai napig még lehet nyomni. Igen, igen. Hát én már régen is basszus, akkor kocka voltam, sose felejtem el. Mentünk fel, siófokon voltam rengeteget, és mentünk fel a főtérre. És nem arra vártam, hogy, egyek egy fagyit, vagy valami, hanem mikor érünk oda az árként. Mert igen, én, és tudod, csak néztem, hogy. Na, annyira jó, csak maradjunk már itt egy kicsit, csak nézem. Igen. Um, az, az, az volt az ultimate uh, mikrotranszakció. Egyébként, és az az igazság, hogy szerintem akik megélték ezt a korszakot, akkor sokkal könnyebben fogadják a, 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 a mikrotranszakciókat, vagy a in vagy egyéb dolgokat. Egyszerűen azért, mert azok a játékok direkt úgy voltak megcsinálva, hogy jó megszopassanak. Uh -huh. Ugye az arcade verziók mindig nehezebbek voltak, mint a home console változatok, azért, hogy kiszedje belőle a pénzt. De ez volt a lényege, hogy ugye yeah. ott egyszerűen az, 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 volt, az volt az ultimate fizetős játék. Igen. Mert bedobtad, elindult. És az, oda igazán kellett a skill. Hát, ha nem akartál sokat fel fizetni. Az kellett az a skill, ki. igen. Kellett. Um, különösen, hogyha tudod, mert most ez a legtöbb, a legtöbb pénzt egyébként, uh, ahogy mondták, um, az ilyen vsg megben nyomták be, mert ugye mindig volt egy kihívó, és akkor azzal ment a pörgés, uh -huh. de egyébként, hogyha egy sima Mortal Kombat akartál végigjátszani, az is rohadt nehéz volt. Há, hogy ne? Egyébként, Igen. meg volt azért ott egy-két illetlen dolog is, amit csináltak ezeken az arkét helyeken, hogy a gép azért egy párszor úgy megviccelt. Meg ugye hát sajnos előfordult, hogy mondjuk szar volt valamelyik gomb, uh -huh. vagy nem úgy ére, érzékel, tehát az kuroidegesítő. Igen. Igen. De, de, de simán csinálták az emberek, és ugye hamar beledobigáltad a a cuccokat. Igen. De ez az azért szerintem jobb, mint a gambling. Sokkal. Összesen lehet hasonlítani a kettőt, mert itt biztos, hogy kapsz valamit a pénzedért. Persze. Élményt. De ez, ez, nem, ez, 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 ez úgy, semmi köze nincs a gamblinghez. Igen. Tehát, ahogy mondod, tehát itt, itt, itt garantáltam meg... kapsz valamit. Ö, ö, azt, amit, amit, amit vársz tőle. Tehát a gambling az nem erről szól. Tehát a gambling az akkor lenne, hogyha bedobnád a százast a Jurassic Park gépbe, és így vagy elindulna, vagy nem. Igen. Tehát az Igen. gambling, oké. Okay. De nem erről van szó, úgyhogy ennek semmi köze nincsen ahhoz. Csak az a durva egyébként, hogyha belegondoltok, hogy egy ilyen murisabb helyen most bedobálsz 1000-2000-3000 forintot tudod egy ilyen arkét gépekben, hogy körbe-körbe játszol, meg érdekel, és akkor így azt nézed, hogy amúgy a Steam-en azért már lehet játékot venni egyébként, de te azon nézelj azt, hogy miért kerül, mit tudom én, 800 forintba a lópáncél. Ez van, valaki aki. emiatt egy kicsit könnyebben vette ezeket az in-app van, aki kicsit ö, másképp, de mikor azon kezdtek el kiakadni az emberek, hogy kontentet zártak el pévol mögé, uh -huh. a videójátóban a hátlat átléptünk egy határt. Hát én arra emlékszem, hogy ott kezdődött minden, hogy még azért is fizetni kell, hogy újra próbálkoz. De, de de az egy másik, másik más, értékesítési más vonal. Volt, volt. Igen. Igen. Meg azért nem, mit tudom én, 5000-et kértek el tőle, hanem de, még, nem et Szép lassan farinti. dobáltál be több játéknyi pénzt a bazár. Igen. 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 Összességében igen. Ez van. Hát na, megvan ezeknek a hangulata. De szerintem a mai napig működik. Igen, de milyen érdekes, hogy nálunk ez a korszak jött be és tudod, nem, nem feltétlenül a Pac-Man, meg a Asteroids, meg a Galaga. Tehát amikor én is már voltam a market akkor már ezek a, a, volt, nem a nem játékok mentek. Igen, már, már én sem nagyon emlékszem. pac man sem, meg, meg hasonló ilyesmi, azok már, azok már akkor nem voltak benne. Szerintem azt tudod, azért nem is rendelték be, mert ilyen szarul nézett ki. Tehát az, az nem biztos, hogy szerintem, a... mire, mire, lehetett Magyarországon szerezni, addig már sokkal igen, voltak. Igen, igen, igen. igen, igen De gondolom, hogy retro helyeken volt, csak hogy, hogy, hogy ugye amúgy ezeket hogy én nem láttam Ilyen szempontból tényleg szerencsések hogy akkor voltunk gyerekek. Uh -huh. Mert ugye előtte nem is voltak ezek szerintem. Igen. Tök jó. Én mondtam már egyébként, hogy, hogy én már én, én látom ezt a free-to-play modellt, hogy egyszer majd bejön. Már mivel kapcsolatban? Hát a a, a... a, a, kicsit ilyen free-to-play modell e, bejön. E, egyszer mondtam, hogy én nem lepődnék meg, ha mobilon lenne ilyen game, vagy valami hasonló mert azért meg-megközelítjük ezeket az időzárás dolgokkal, Aha. meg hasonlókkal, de a, ami érdekes lehet, hogy szerintem egyébként teljes mértékig fel fogja váltani az úgynevezett bérlés dolog, ezt is. Uh -huh. Nekem de ez lehet. a véleményem. Tehát én, a, én a legvégét ennek az egész videójátékos dolognak ezt, ezt, ezt én úgy látom, hogy amennyit játszol, annyit fizetsz. Ja, hogy így lesz szerintem? Én, én látok ebben egy ilyen, egy ilyen fantáziát, hogy ez így működ, hogy, hogy meg próbálkozni ezzel. Hát ez egy érdekes gondolat. Az attól függ, hogy én... meg... Aha, ja, aha, aha. Ez akkor az időhöz kötnéd, hogy minél több időt játszol, annál többet fizes. Ez a multiplayer játékoknál azért elég szopás. <laughs> hát nem tudom, mennyire működne ez. És mindenki tud elérekezni. Nem muszáj. Hát, ez csak egy játék. Igen. És lenne ilyen éves előfizetés tőle a játékra, hogyha sokat játszol vele. Uh -huh. Igen, már meglátjátok, le lesznek, lesznek hát de hiába pereg a torrent, hogyha le van. Peregni fog a torrent? Le zárva. Hajlá. Nem, jó. Nem, nem, Vagy nem szaland. az üres mappon. Hát Egyedülbelül. <laughs> ez érdekes gondolat egyébként. Ingen. Apropó, uh, uh, most azért itthon is uh, behúzogatnak az emberek a féket, mert ugye életbe lépett a Netflixnek a jelszó megosztó utca. Jaj, tényleg, igen, erről olvastam. Titeket érintett ez a dolog? Erről olvastam. Én nem tudom, mert nekem nincs ilyen, Én nem kaptam e-mailt. Nekem van megosztva, de nem kaptam semmit. Nem? Nem. Na, megnézem, hogy biztos nem -e kaptam erről e-mailt, de úgy tudom, hogy itthon is. És igen, kiment. És úgy tudom, hogy ha szeretnél a családtagodnak, aki máshol lakik hozzáférést adni, akkor 1000 forint havonta. Nem 800? Vagy 800? Nem tudom, valami nem, ilyesmi. Nem. 800 és 1000 forint között van havonta. Lehet, hogy felkerekítettem. Küldtek e-mailt 25-én. Frissítés 9 -9. a háztartások közötti megosztásról, a Netflix fiókod neked és a veled együtt lakoknak, azaz a háztartásodnak szól. Igen. Igen. Ezer forint egy account, akkor jól mondtam. Megoszt jó. de, jól mondtad, megosztottad a Netflixet valakivel, aki nem lakik veled, további ezer forint per hó összegért. Annyi. Egyébként megmondom nektek őszintén, hogy szerintem az nem egy rossz összeg. Tehát, hogy nem. Hát most olcsóbb, mint egy Netflix előfizetés. Rosszul nézed a dolgot. I igen, annál olcsóbb. Tehát az, akivel megosztod, annak egyébként ez egy olcsó. Ja, dolog. Ja, ja. Igazad van, itt most nem ez a lényeg. Tehát az a baj, mondom, mindig, mindig azt számít, hogy hogy nézzük a dolgot. Mm -hmm. Az emberek, akik teljes mértékig fel vannak háborodva, abból a szemszögből nézik, hogy az összes többi szolgáltatásnál ezt meg lehet csinálni. Hát még. És sokkal olcsóbbak. Jó, értem. Mint ez. Értem, csak hogy még meg lehet csinálni, ki tudja meddig egyébként. Igen, igen, igen. Hát igen. nem tudom, szerintem ez, ez nem fog örökké tartani, hogy így bárkivel meg tudod osztani az előfizetésedet. E... Szerintem ugyanúgy be fognak vezetni valami hasonló modellt. Igen. Vagy lesz ilyen family sharing. Mint hmm. mondjuk az Apple TV Plus-nál is úgy van egyébként, ugye family sharing van. És akkor azokkal meg tudod Hát igen, ezt veszik ja, most ja. el a Netflixnél. -hogy ezt a family sharinget veszik el a Netflixnél. De nem, hát ott is ugye drágább a family share Ja, csomag. hogy drágább a csomag. Persze. Na jó, de várj egy kicsit, várj, hát az az drágább. Úgy, mint a Netflixnél a több fiókos csomag. Ja, jó. De hát, hát az, nem, az eszközökről szól, amúgy, a Netflixnél. Ugye eszközökre van a korlát. Igen, nem. Ja, meg nem, a fiókra nem, is. Nem, nem, fiókra, nem, is. Tehát, fiókra is, és eszközre is, igen. Nem, téged is korlátoz. Tehát, hogyha elmész ott marad, akkor mm -hmm. neked is ugye. Ja, igen, 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 igen azt tudom, azt tudom, igen, igen. Igen. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy igen, hát 90 akkor. Igen, egy plusz tehát fiam. ez azt jelenti, hogy ugye gyakorlatilag ugye az, amit ígért, ugye, mondom, attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük ezt a dolgot. Ez nem jó. Azért, mert volt egy, volt egy deal, Ugye Netflixnek meg is osztották a marketingjét több helyen. Uh -huh. Volt egy deal, hogy négy k csomagot kínálunk, öt fiókkal, amit meg tudsz osztani. Ez volt a pénz. Uh -huh. És most erre azt mondják, hogy nem. Hogy nem így van. Uh -huh. Ahogy te erre előfizettél, mert a cucc, és most már, ugye, akivel megosztod, az plusz ezer ergo az ugye több pénz, mint amit ígértek, ugye? a értem. Ja, uh -huh. Szét is kolalkodta az összes többi ö, 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 streaming szolgáltató. Egyébként ö, írtak, hogy. Nálunk lehet. <laughs> ez volt a nagy, ö, ö, nagy cucc. Szerintem amúgy annyira nem, nem fogja megrázni a, a usereket. Ö, nyilván csökkenni fog ö, ö, a dolog. Mondom, meg kell érteni, engem, tehát én, 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 engem, tehát engem egyáltalán nem zavar ez a dolog, én nem osztom meg uh -huh. ö, senkivel ezt a dolgot egyelőre. Ö, de, tehát, tehát annyira nem érdekel ez a dolog, ö, de lehet úgy nézni, igen, hogy tulajdonképpen így plusz egy embernek ö, ugye nem olyan sok nem neki, neki ugye nem. egy olcsóbb valami, csak próbálom megmutatni azt a perspektívát, hogy honnan nézik ja, az emberek, értem, hogy értem. hello, tehát ennyi pénzért eddig ezt lehetett csinálni, most már nem lehet. Tehát nem lehet jobb valami, amiért most már fizetni ne. kell, amiért eddig nem kellett. Hát Igen. így mondott, hogy ezer forint nem sok egy embernek. Hát amúgy nem sok, csak eddig nem kellett érte fizessen. Hát jó. Érted? Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami, a, amire azért fizettek elő, mitől van, van, hogy együtt az emberek, meg stb. Az ilyen fajta változások, azok mindig úgy, 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 jönnek be, amikor ugye úgymond pévollazva lesz valami, amit eddig lehetett csinálni, most meg már nem lehet, mint például, mit tudom én, a Twitter verification, vagy akármi, okay. hogy nehezen viselik az emberek. Általában úgy szoktak marketingelni ezek a cégek, hogy valami új feature-t hoznak be, ami fizetős. Mhm. Uh -huh. Vagy pluszköltséges, na inkább úgy mondom. Nem úgy, hogy van egy feature, és akkor az mostantól kezdve már fizetős lesz. Értem ezt a perspektívát, igen. Mondom, kíváncsiak, hogy meddig lesz ingyenes a többieknél ez a lehetőség. Én megmondom őszintén neked, hogy az, én az egész előfizetéses, tehát az, az egész streaming platform, mint mm. koncepció szerintem egyébként tehát nem, nem tarthat olyan sokáig. Azért, mert uh, elenyésző. Tehát ugyanaz, mint a music streaming, uh, meg, a, meg, meg, meg minden gyakorlatilag, hogy per film, érted? Uh -huh. uh, meg per zene, meg per minden, ameddig uh, digital uh, és fizikal uh, értékesítés volt, addig per cucc annyi pénzt kaptak, mint a kurva élet. És uh -huh. úgy érte meg a biznisz. És egyik másodperccel a másikra te kifizet egy nulla, tehát egy egy filmre nem elegendő költséget egész hónapra, uh -huh. amiből azt várod, hogy megkapj ennyi ezer filmet, meg tartalmat. Ez az egész koncepció szerintem az őrületnél is durvább. Tehát én azon csalálkozok, hogy nem 40 ezer forint egy előfizetés, hogy őszinte legyek, vagy nem 100 ezer forint egy előfizetés, mert egyébként ha azt nézed, hogy normál esetben hogy szerzett be a filmeket, Hogyha nem a tévének akarod Jó, nézni. Hát igen, igen. É, tehát ugye Értem, tök, mit mondasz. Már régóta volt a A streaming ez a nem működik. Tehát nem hát, tönkretette hát, a. Hát nézzük meg, hogy működik. Nézzük meg, hogy működik. Hát, a zenei világot majdnem tönkretette a streaming. Teljesen. Amíg nem jöttek vissza a haknik, addig nem lett pénz. Uh -huh. Ugye nyilvánosak az adatok, megvan, hogy az addigi album értékesítésekből hogy jött a pénz, és mennyi lófél van tudod a streamingből. Azóta uh -huh. azt látod, hogy akkor is haknéznak, meg turnéznak, ha már 90 évesek. De ja, muszáj, hát mert nincs pénz. Ez volt a zeneiparban. Hát a filmiparban most beszélgessünk? Hogy hány stúdió ja. maradt? Meg hogy mi van? Meg most volt a interjú Tarantinoval, hogy gyakorlatilag olyan szinten elszállt minden azóta, hogy egy Ryan Reynolds 50 millió dollár úgy, Egyébként hogy olyan filmekben szerepel, amit nem látnak az emberek. Egyébként a Spotify-ban kurva sok pénzük van a, a zenekaroknak. Igen? Ja. Aha. Amikor pont erről a múltkor beszélgettünk, akkor utána olvastam, és Elég jó pénzük van. Volt az a Happy című szám, mikor kijött a Happy. Ki volt az? Ferrell Williams. Ő volt az első, aki nyilvánosan megosztotta, mert az volt a leghallgatottabb akkor. Azt hiszem, hogy mennyi pénze van belőle, és mennyi lett volna, hogyha per album értékesítik, vagy per szám. hát ez nem lehet összevetni a kettőt. Hát ez az, de ez egyik másodperc, a másikra történt. Hát igen. Nem, Ugyanúgy de... a filmeknél is ugyanezt történt. Mert ugye, jó, de hát persze, mert, de most azt nem veheted úgymond Worldwide számításba, hogy jó, hát Torrent. Mert ez, de eddig addig se abból éltek. Uh -huh. Ott ez működött így streaming szinten. Gaming szinten pedig csak, hogy zárjuk a témát, ugye most már azért megnyíltak a fejlesztők arról. Jaj, a Game Pass. Hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a Game Pass, mert nyilvánvalóan promó szinten, de ugye, tehát rendesen platform szinten az egész más, és hosszú távon, ö, hosszú távon nem tudjuk, hogy milyen ö, hatása lesz ennek, de jelenleg lószart nem kapnak egy mm -hmm. játék után, ö, versus, hogyha mondjuk kiadnák mondjuk mit tudom én, a rendes platformokon. Mm -hmm. Úgyhogy tehát ez, de, de ez összességében az iparnak rossz. A felhasználók jó. Tehát a persze, jó. Persze, az embereknek, persze. nekünk nagyon jó. Azért, mert ö, nagyon jó a, a, az, hogy elérünk ö, x mennyiségű pénzért minden zenét, amit csak szeretnénk, meg tudunk nézni a szinte minden filmet, ö, szinte minden sorozatot, ö, elő tudsz fizetni, mit tudom, jön ki jön a kedvenc sorozatot, előfizetsz egy hónapra, megnézel, utána meg lemondod. Ö, a game, gamingben is egy csomó gémet megkapunk, ugye, kevés pénzért. Ez a felhasználók jó. Az ipar átalakulóban van, és a nagy ágyuk jelenleg azt mondják, hogy hogy ez egy ilyen, valami lesz ebből, ami még nem tudják, hogy mi, de ez az út, hogy mindenki hozzáfér mindenhez, uh -huh. csak még most azt nem tudják, hogy mennyiért, meg stb. 2700 dollárt keresett a happyvel, 43 millió lejátszás után. Ez akkor ez, volt. Ez, 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 ez már teljesen más, ez a szám. Igen, tudom, hogy ez más ez teljesen ez a szám. Teljesen mert ugye nyilván ez már. valami De én volt. azt se hiszem el, egyébként, hogy annyit keresett annó, 43 millió lejátszásra, az full kamu. Max a szar volt a szerződése. Az lehet. De ez a szám már teljesen más jelenleg. Az biztos, mert ugye ez nagyon régen volt ja, ö, egyébként, de mondom, átalakulóban van, ugye drágultak is a szolgáltatások, hogyha <laughs> visszaemlékeztek, szinte mindegyik uh -huh. egyébként, bár a spotify nem mindig van free. Van? Szerintem igen, van. Csak van ugye free. tele van reklámmal, de igen, van. igen. Igen, igen, igen. igen. Na mindegy. Ö, mondjuk ott a, nézzetek utána, olvasatok utána, de tény, hogy ugye a régi fajta értékesítési csatornák, amik voltak, uh -huh. azokhoz képest ugye teljesen megváltozott Hát minden. hogyne, persze, Én csak ez azok csak... a régi fajta eladási csatornák már nem működtek, azért jelentek meg ezek. Szóval egyetem, ez jó kérdés egyébként. Tehát ö... jóval kevesebb ember vásárolt albumot, mint a hány ember előfizet egy még Spotify-ra. Ez egész biztos. Uh -huh. Mondom, ez a jó tudi. kérdés, mert ugye ahogy változtak, tehát ahogy változott például a zeneipar, öm, nem, én nem tudom, megmondom őszintén, hogy hogy van ez, hogy, hogy most a technológia hoztál a változást, öm, hogy lehetett streamelni, vagy nem, <kül> vagy öm, a tudod, a a, a a zeneipar nem működött, és ezért változott a technológia. Uh -huh. Mert azt tudjuk, hogy annak idején az iTunes az, az azért jött, mert a zeneipar nagyon szarban volt. Igen. Azt tudom, arra emlékszem, de ugye az digital értékesítés volt versus physical, de az még nem streaming volt. Uh -huh. um, jó kérdés. Ezt nem tudom megmondani. Én mondom, én csak azt akartam megindokolni, hogy mondom, én nem lennék meglepve, hogyha sokkal drágábbak lennének ezek a szolgáltatások, mert még akkor is úgy gondolnám, hogy megéri. Én igazából Ennyit, ennyi, ennyit, akartam ezzel az egésszel megindokolni. Szóval nem, nem lepődnék meg, hogyha mindegyik tízszer ennyibe kerülne, meg korlátoznák a megosztást mindenhol, meg ilyenek. Ja, Tehát persze. én abszolút nem lennék meg. én csak azt próbáltam itt így belelátni, hogy, vajon, hogy miért elégedetlenkednek az emberek ezzel a dologgal. Azért mert. Uh -huh. Ez van. De mondom, tehát hogyha belegondoltak abba, hogy hogy működött, azért fura, mert amíg lemezeladásból éltek például a zenészek, addig sokkal kevesebb volt a koncert. És most azért annyi a koncert, mert már, nem, mert már nem annyi pénzük van belőle, mint annak idején. Mondjuk ez alapvetően azért nem rossz. Micsoda. Mint az embereknek sem, hogy több a koncert. Az embereknek ez az egész nem rossz, ez az egész nagyon-nagyon ja. nagyon jó. Az iparnak nem jó, egyelőre. De az a baj, hogy még most nem tudják, hogy lehet, hogy nagyon jó lesz, uh -huh. ha kitalálnak rá valami modellt. De azt tudjuk, hogy mit tudom én. Microsoft is megmondta, hogy mennyi, tehát veszeségesen fog működni ez a, ez a Game pass cucc. Uh -huh. Addig, ameddig ki nem derül. Ugye elmond, elmagyaráztam még annak idején nektek valamelyik a podcastbe, hogy hogy működik ez. Tehát minden ilyen előfizetési cucc, úgy, úgy, tehát az alapterv az az, ameddig nem reagálnak ilyen hirtelen, mert ugye nem számítanak alapvetően arra, hogy felhasználó vesztés van, hogy létrejön a kritikus tömeg, létrejön egy adott felhasználó mennyiség, akkor egy picit mozítasz az áron, és akkor az a pici, az, mivel nagyon sok a felhasználó, az is sok, és az a profit, és je. Yeah. Uh -huh. Akkor kell belenyúlni, hogyha ráindul nyolc konkurencia, hogyha ja, dobsz egy olyan trendváltozást, amitől elmennek a userek, stb., akkor kell ö, változtatni, variálni a, a lóvén, különböző korlátozásokat hozni, stb. De ugye mindenkinek ez a 25 kötőjel 40 milliós felhasználó bázis a nagy cél, aminél már ugye a nagyon pici változtatások is, is iszonyatosan nagy lóvék. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon piciket kell változtatni rajta, és működik. Ennyi. Ja. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végső forma, meg a, ami működik. Igen. Mert egy ideig tudják felfelenyomni az árakat, meg szabályozni. Igen, igen, igen. Ö, ez ö, jogos egyébként, ö, Roland, igazad van. Nyilvánvalóan az új zenészeknél, ugye, nagyon sokat segít a streaming, hogy, hogy népszerűbbek legyenek különösen, ha mondjuk egy free Spotify-ról beszélünk, nyilván akkor eljut olyanokhoz is, akik egyáltalán nem fizetnek érte, és akkor ugye érsz. megismerik, és ettől népszerűbb lesz, és több helyre hívják, stb. Ez jogos. Én itt most a már már megalapozott művészekről beszéltem, akiknek eleve mennek a 40 évvel ezelőtti lemezeik is mai napig, uh -huh. akiknek nem kellett eddig nagyon, nagyon rámenni arra, hogy folyamatos bevétel legyen. Most meg már igen. De mondom, hát ezen is igazából a felhasználó nyer. Um. Igen. Ugye én azt mondom, hogy ezeket a streaming cuccokat uh, addig kell kihasználni, amíg jók. Meg, meg, a, meg, hát meg, amíg meg, lehet. Meg amíg, egyért meg, lehet. Mert amúgy Igen. szerintem mindig lehet majd, mert ez, tehát ebből a kényelemből már visszarántani az embereket nem lehet. Nem, szerintem Egyébként, sem. Öm, Hát az árakat tudják Az, kellene. árakat lehet, öm, Igen. lehet durván öm, változtatgatni. És biztos, hogy... Öm, és biztos, hogy, öm, hogy drágulni fog csúnyán. Hát azt látjátok már, hogy a Max például mennyire lesz drága. Vagy az már így látszik, legalábbis uh -huh. az a, a külföldi árképzése. Ja, az, az, az a legdrágább, nem? Az lesz a legdrágább, ah. igen. Öm, az drágább lesz szerintem, mint a Netflix. <coughs> És öm, ott is valami négy felhasználó van, uh -huh. meg tehát semmi durva, meg limitált szám meg a faszom tudja. De az lesz a legdrágább elméletileg. Majd az, de az majd hozzánk jövőre jön. Igen. Az igen, addig igen, addig igen, 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 jövőre lesz Max. Igen. Csak simán. Igen. Üm, igazából üm, a, nagyon, az, tehát én értem azt, hogy hogy, 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 sokan ugye, nem azt mondom, hogy lusták, de hogy ugye kényelmes dolog, az elő fizet, azt majd nézek valamit minden. úgy lehet itt is spórolni amúgy a streaming szolgáltatásokkal, csak egy kicsi fogalmazunk, papír munka, de nem az, csak pár kattintás, hogy mindig az aktuális időszakokra fizetsz elő csak. Hát azt is Nyilv lehet. Nyilván most volt egy azt csomó sem. olyan, hogy, hogy egy éves ajánlat volt, meg minden, amíg jobban megérte, de egy van úgy vannak vele, hogy van 3-4 sorozat, amit néznek, amikor jön az új év, előfizet, megnézi, lemondja, és, lemondja. Me és, és megy tovább. Így van. Igen, megszűnik az HBO. Úristen, ez ne! Ú, ez most nagyon dura volt. Hát én ugyanezt se a tévével amúgy. Uh -huh. <laughs> a karácsony időszakra előfizetek, és nézem a dárcot, amúgy meg lemondom. Igen. Sose, sose Igen. nézem. Igen. De itthon is egyébként érdekes nézni, hogy milyen, tehát azért, 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 iszonyú, iszonyú mennyiségű előfizetője van idézőjelben itthon is ezeknek a streaming szolgáltatásoknak. Nagyon sokan használják őket. Uh -huh. Meglepően sokan. Na hogy nem? Meg egyre népszerűbb. Van, aki azért fizet elő, hogy mutassa, hogy, hogy neki is jó megy. Tényleg? Nem már, nem már. Ez nem lehet igaz. Há, de biztos. Van, aki ezzel izé Jani, flexel, hogy van Netflix, meg Disney előfizetésem is? Jani, el se hinnéd egyébként, hogy... Tehát én nem tudom, hogy van-e ilyen, biztos, hogy van amúgy, de, de, de most mi hogy éljük az életünket, az nem, tehát ez totál más. Tehát mondom, vannak olyan emberek, akik na mindegy, érdekesek. Ez a Netflix. Hm. Uh -huh. Jó van. Nem, nem tudtam, hogy van ilyen streaming flex. Wow, de durva. Uh -huh. És ráadásul, igen, ezt akartam mondani, ráadásul nem az, hogy Netflix előfizetésem van, 4 kás. Uh -huh. Haver, a legdrágább csomagomban vagyok. Uh -huh. <laughs> Jaj, Netflix, istanem. Netflix. Ó, nagyon nagy. Jó, mondjuk igen, azt tudjuk, hogy valaki a coca cola flexel. Jaj, tényleg, igen, most már az is. Ráadásul nem mindegy, hogy mekkora. Két teres. Bizony. Egy 75-ös itt most Nem sziszen. az első büdzsét, tudsz? Uh -huh. Most hiszen az egy ös kóla. Igen. Valaki az a... A legkomolyabb kólák, pontosan, de más. Azaz. Hát ér, hogy legkomolyabb, hogy a legkomolyabb kólák nyilnak. Jani, az Igen? a baj, hogy vannak dolgok, amikben sikerült belemásztani, mert nem kellett volna. De nagyon nem. Üm, ugye, sikerült egy pár dologba belemásztunk, és azért, én vállalom is a felelősséget, mert nagyon nem kellett volna. De ez ez olyan, hogy ebben nem. ebben nem vagyok hajlandó belemászni ebben. <laughs> jó, ne, ne. Ebben egyáltalán nem. <laughs> egyszerűen nem. Nem, mert ennek, ennek vég, végképp rossz vége lesz. Na hát én nem, én se gondoltam ezt komolyan. De az tény, hogy komolyak hóla egy jó netflix -e. Igen. Um... <laughs> ezeket is megbeszéltük, ezeket a streamingeket. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként így a zárásnak, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. Mert... De azt én is, én sem gondolom, hogy ezek hirtelen megszűnnének. Tehát, hogy... Nem, nem, nem. nem. Teh, nem. Tehát szerintem a, a progresszivitás az mindig meg lesz. Igen. Ez működni fog, csak me, tehát, tehát szerintem ez az időszak, amióta ezek léteznek, és népszerűek lettek, és mindenki úgy mond, az összes játékos beszállt, inkább úgy mondom. Most kitisztulnak az erőviszonyok, szerintem lassan, hogy ki hol áll, uh -huh. mert azért lássuk be, hogy a Disney is uh, rengeteget költött, és meglátták, hogy amúgy a felét nem éri meg uh -huh. megcsinálni. Ugye lesz, ja, vagy igen. leválogatják őket. HBO-nál most ugye a merger miatt amúgy is rájöttek ezekre a dolgokra, Netflixnél is biztos, hogy de csoportosat, elmondom. Tarantinoval van most egy interjú, elmondta, hogy te gyakorlatilag 50 millió forintba kerül Ryan Reynolds, és mondta, hogy olyan filmekben szerepel, ami így Két napig van, és utána így nem tud róla senki. Hogy volt. A Netflixen. Mondta, ha ő most rendez egy filmet, ő, ő nem tud neki ennyi pénzt adni. Durva. Na mindegy, tehát igen, ilyen szinten vannak, na de ez mind megváltozik. Uh -huh. mert, mert ezt ők is tudják, hogy ez nem éri meg. Mert hát ez befektetés. Most nagyon sok mindenki próbálkozik. Próbálkozott, megvolt. Ugye próbáltál ö, ö, felhasználókat nyerni, stb., és akkor az előviszonyok tisztulnak, mindenki látja, hogy akkor mi is ez, hogy működik, mennyi profit van benne, és akkor most kell majd megtalálják, mikor látják a végső működést, meg a végső ö, 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 felhasználószámot, hogy hogy lesz ebből profit. És uh -huh. ezt megoldják, és utána működni fog. Valószínűleg, igen. De legalábbis nekem ez így a véleményem most. Hát most amúgy, ha belegondolsz, már a Covid alatt kezdődött el az, hogy ilyen nagy színészeket oda csoportosítottak, bizonyos streamingek szolgáltató, meg az Apple is le egy csomót, a Netflix is. Amúgy ez tényleg reklám. Igen, de nem lesz tartható. Nem, egyáltalán nem. Hát a színészek örülnek! Mi is örülünk! Most érted, Harrison Forddal is. Hány filmet fog csinálni még az Apple? Igen. Hagyjuk már. Igen. De ez biztos, hogy meg fog változni, mert mondom, nem fogják tudni fizetni nem. őket, mert, mert, mert nincs meg a, a, a másik oldal, de megéri a befektetés, legalábbis reméljük. de lassan kiderül, hogy megéri-e nekik, vagy sem, és akkor így fog működni ez a dolog. És szerintem a végén úgyis mi fogunk nyerni, tehát a felhasználók fognak nyerni. Én biztos vagyok benne, persze. Csak maximum, tehát én úgy érzem, hogy ez az óriási ilyen cinema érzése a streamingnek nem. fog egy picit vékonyodni, és inkább olyan tévésebb lesz. De ez, ez szerintem teljesen jó, hogy helyreáll a rend. Szerintem igen, mert a, mert a mozit jó. nem lehet megölni, vagy nem szabadna. Nem kéne megölni a mozit, pontosan. Igen, mert, mert, igen. mert az az igazság, hogy, hogy, hogy a Netflixen például, uh, amiket én nézek, uh, tudod, ott is vannak ezek a, ezek a nagyszabású filmek, amik készülnek. Uh -huh. És tudod, mondtam is neked, hogy mit tudom én, ez egy jó, állat, én jó párat szerettem egyébként belőlük. Na jó, de milyen filmek ezek? A ember, meg, meg mit tudom Vaj, én, ezek? A, hogy megnézel, és így, álja, meg a, mi volt a Glass igen, meg ezek, ilyen... na, ezek, azok a igen. filmek, amik olyan, hogy így megnézed. És, és, amúgy jó, jó. de... Ah, jó, ilyen TV jó. Hát hogy igen, az nem az nem az valamelyik egy kicsit be. túltolja a tévét azért, a kvalitibe. A... Van, 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 van. De, ezek de... jó dolgok, de olyan, aha, aha meg a sorozatok ilyen, aha, jó zsír, és akkor ilyen, ilyen tévéérzés. Igen, ez a vasárnapi film. Tudod, amit ebéd után nézel meg. És annak tök jó egyébként, meg ne, nekem be is jönnek. Ö, ott van például a Schwarzenegger sorozat, ami most megy, a Fubár. Na, az igen. olyan, hogy hát olyan, na, olyan, olyan, tudod? De én imádom, és pont ezt várnám el amúgy ettől, hogy igen, legyen ilyen TV, Aha. Mert ez ilyen tv cucc. Egyébként ez a dolog. Én imádom, nézem, jó, kész. Igen, valószínűleg sz szerintem a streaming lesz az, ami ilyen kapocs lesz. A mozés és a tévé igen. között. Igen, és, de, de ilyen tudom. is kell legyen. Egyébként. Tehát az a baj, hogy szerintem ott, ott tehát az fog változni, és emiatt ö, lesz olyan, aki mondjuk lemondja az előfizúját, hogy azok a nagyon nagy grandiózus dolgok, amiket, amikre ugye ellocsolták a pénzt, Igen. azok nem lesznek minden nap. Meg a Covid eltorzította ezt a dolgot. Én Igen. biztos, hogy benne. Hát ott az nagyon nagy baj volt, az de, az, de rögtön rájött mindenki, hogy ezt ez egyszerre nyomjuk a moziba, meg így, az szak. Hát, hát halára perelték? Dúra halára perelték a stúdiót a színészek. Igen, emlékszem arra az időszakra, ez kemény. Tehát most. a senkinek se jött be. Nem, az nem jó tényleg, hogy egyszerre menjen a mozival, streaminggel, hát basszus, kimegy el a moziba. Igen, 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 ez ilyen. Ja. Igen. <kül> Na, nézzétek, kíváncsi vagyok tényleg, de azért lassan szépen évről évre rendeződik ez a streaming szerintem. Igen, igen, de, de, de mondom, musz, tehát muszáj lesz elfogadni, hogy változik. Muszáj lesz elfogadni azt, hogy változik, és igazából mindenki eldönti magának, hogy akar-e, majd ki tudja mennyit fizet. Hát arra hogy szerintem mindenki készüljön, hogy szerintem egyre drágább lesz. Tehát ez olcsóbb nem lesz. Nem. A streaming szolgáltatások biztos, hogy nem. Nem, egyre drágább lesz. Remélem, hogy hogy, hogy mondom, a, a content is, és a contentnek a, a, a ritmusa is rendeződik majd az árhoz. Uh -huh. Igen. De okosan csinálj, mert érted ki van ezt találva? Szóval most behúzták az embereket egy bizonyos áron, és akkor hát figyelj, most csak ezer forinttal ez drágább havonta. Ez nem e... olyan sokan. És ez nagyon sokan, ezt nagyon sokan el, el És, ezt, és akkor jó, akkor legyen ezer forint drágább. És szóval a jövőre megint. Ez, tudod, ez a béka a <laughs> Igen. Ö, ez Hogy, van ez, vagy a forró víz? A forró vízben és, 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 ne tudjátok meg, hogy mondjuk, mit tudom én, egy ilyen cirka 20-25 millió felhasználó számnál egy ilyen ezer forint. Ez hát, rengeteget száll az működik. Hogy durva. Igen. úgy biztos, hogy működni fog. Például, ami engem azért jobban zavar, ami nem zavar, mert ugye engem nem érint, de tehát, hogy bejöttek ezek a reklámos verziók. Igen, igen. igen. Működik. Tényleg? Én erre nem tudok semmit, de ez ilyen bizonyos országokban működik csak. Igen. Nem? Tehát olcsó belőfizú, úgy, hogy vannak reklámok, és működik, bazmeg És előfizetnek az emberek. Beszarok. Mert olcsó. Nem gondoltam volna, tényleg. De olcsó belőfizetnek. Működik? Ha? Menő. Tényleg menő. Nem tudom, én nem olvastam erről, hogy a csökkenten a költségeken a Netflix, de hogyha igen, akkor amiatt fog, amiatt fog hogy bejött ez a nem. 20 ezer forint, de úgy gondolom. Nem, 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 nem amiatt, amiatt fog, mert mondom, most értékelték át az összes streaming szolgáltató, mm -hmm. most nézte meg, hogy mennyi felhasználónál járnak, és mennyit költöttek. És egyszerűen át kell variálják azt, mm -hmm. hogy ne kelljen mondjuk 9000 forint legyen egy hónapban. Ja, én azt hittem, az előfizetési díjat fogják lejjebb tolni egy kicsit. Nem, a költségvetés. Ja, hogy az összes egész költségvetés. a költségvetés, ér, aha, amennyit az költenek az új kontentre. Ah. Mert ugye hát eddig volt lehet, hogy ott minden megy. Tehát tudod, bármilyen indi voltál, megveszik ja, ezen, ezen, akarnak csökkenteni. Hát amúgy tényleg mindent megvett a Netflix meg, 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 meg. Igen. Van, <coughs> van, olyan ember, aki, 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 aki nem éli a reklámokat, van olyan, aki pedig igen. Most igazából belegondoltok, ebbe, ebbe azért szocializálódtunk. Ja, tehát, teljesen. Tehát, tehát a reklámokban annak idején oké, hogy óriási nagy csúszással, de a tévé nem ez volt. Előfizettél a tévére, ott voltak a reklámok, te meg tudtad nézni a filmeket, anélkül megvedd Úgy, hogy a tévéle fizetés is olcsóbb volt, mint egy film. Hát, hogy a fenében Ugyanez van most is, csak ugye felházódott a dolog. Mert ugye hát apáinktól elvárták, hogy vizettek és néztek reklámokat is. Most már ugye? Most már nem. 2700 fel, nem, hogy neki találjátok itt reklámnak? <sítható> <sítható> Ó, Istenem. Oké. Okay. Okay. <laughs> okay. Ja. Én értem, nagyon rossz dolog ez, mikor minden fizetős, csak ez nem kéne úgy tenni, mint hogyha most itt, itt lenne. Azért várjunk már, mert láttuk már ezeket a dolgokat sokszor. De itt Magyarországon nem indult el ez a csomag. Nem, nem nem, 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 Ez a reklám. Á, ah, meg szerintem itthon nem is lennének vevők rá. Én az nem emberek. Tudom. Nem tudom. Lehet, hogy nem. Igen lehet hamarabb torrenteznek le az emberek valamit. Milyen filmek voltak azok? Az egy keresztapát nem nagyon néztél meg a tévében sehol. De hogy is nem? Hát volt, volt pedig. Hát, hát, hogy de lett, hát, lett, volna? Olyan tévécsatornák voltak itt Magyarországon, Szián. magyar tévécsatornák, olyan filmeket vettek meg, bazd meg, hogy kb. így tudtam, hogy így négy hetente meg tudom nézni. Hát, hogy a gyíkban -e? <laughs> Igen, igen, igen. De hát volt, is nem. M Mindent adtak. Mindent El kellett teljen egy idő a, a, a mozipremier után utána megjelent home videóba, és a home videó után, mit tudom én, egy fél évvel adtak a tévébe. A sár. tévében, így van, pontosan. Mindent. Hát kb. a mozi megjelenés után egy év, évre már a volt. Durván egy évre, A tévében, én. vagy legalábbis lehetett valahol, valamelyik csatornán nézni. De egy idő után mindent adtak. Keresztapát is. Én biztos vagyok benne, hogy a keresztapát tévében láttam először. Nem létezik, hogy nem. Biztos, hogy ment a tévébe. Igazából az összes régi filmet, ami ami nekem a fejemben így klasszikusként él, azt szerintem mind a tévében láttam. Mm. Nem volt más. Ez van, később lett videó. <laughs> van. Na jó van, e, menjünk. Menjünk. Sajnálom, ilyen hamar be kell fejezzük. Igen, igen, ez pedig ez egy né ez egy négy órás happy hour indul, de... az unalmas témák voltak egyébként, én azt gondolom, tényleg. De, 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 de sajnos például engem foglalkoztat ez a dolog, mert nem tudom, érdekes. Szerintem, szerintem ér, legalább, vagy legalábbis engem érdekel. Mert mondom, én hiszek abban, hogy ha egy picit jobban belelátunk abba, hogy hogy működik valami, akkor könnyen megérteni. Hogy most miért megint drágább? Mert tudod, hogy ja, miért történnek jó, jó a dolgok? Jó, hogy könnyen gondol. elfogadni. És ugyanúgy az elfogadásnak az is része. Uh -huh. Hogyha azt mondod, hogy oké, okay, most már ez nekem nem, ez már sok. Uh -huh. mert, iga, mert értem, most attól hogy megértem, hogy működik, meg a hülyét csinálj magadból, neked nem jó? Ez van ez Nem mondom, higgyétek el, hogy, 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 én megértem azt, hogy valakinek ilyen 5 hat előfizetése van, és a faszaki van vele, a túl sok. Ja, hát én az ezt, az, én is megértem. Az válogatni fog. És hát mi alapján igen, fog az válogatni? Az dönteni kell ott. Válogatni fog. Content szinten, ár, meg tudja az anyjával. Minden. Min, ott minden. ott szempont Egyébként ez szempont. Hát, hogyha, ha, de hogyha válogatni szempont. kell. Jó, csak igen. ebben van a kevesebb. Hát kevesebb. most minden van, és akkor le kell mondani valamit. Igen, igen, igen. De tudjátok, hogy milyen az élet egyébként? De amúgy nem, most én arra gondolok, egy új előfizetésnél szempont, ha ja, meg hogy hoztani kell, hogy Tehát, hogy ez, ez szempont. Hogy Tény. De mondom, az élet úgyis olyan, úgyis bekopogtad az élet az agyadba. Mert ezek a streaming szolgáltatások nem vicces dolgok. Nem. Tehát azt akarod mondani, hogy most fizetsz 25 ezer forintot egy hónapba előfizetésekre, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, nekem nem kell a Sky. Nem nézem. Érde, <laughs> Amúgy ezt a Sky direkt ezért csinálta így, én megmondom, tuti biztos, Itt annyira tudták. Oh, Jobb most csak 24. Mm. Tudod, hogy nem. És hogyha mégis jön, ott várjál. Tulajdonképpen. Igen, igen, ez benne igen. van. És akkor, mondj egy, majd kiterált, majd kitaláld. Majd kitaláld. Um, ez attól függ, hogy milyen emberekről van Persze. szó. Jól működik ez a dolog. Um, délután horror stream lesz. igen, tavattam. ez, ez majd, igen, mert pénteken ugye nem lesz horror stream, és akkor ma a délután hát lesz Lehet, horror. hogy lesz. Mondjuk attól függ, hogy a Diablo mennyire horror. Egész nap horror lesz. Egész nap horror lesz. Nem megy a szerver! Igen, holnap meg egy ilyen indi játékot fogunk megnézni, az benne is van a menetrendben. Igen. Úgyhogy ilyen, ma horror, az is indi isten igazából, indi horror, meg holnap indi napot tartunk. Fasza lesz hogy holnap. Igen, mert Pisti nem, nem lesz én nem ma vagyok, meg én, holnap. Én majd, majd pénteken találkozunk egész nap. Így igaz. Egész nap. Így van, úgyhogy... addig úgy, is jó. Mindenkinek kellemes napot, kettőkor jövök. Kettőkor jönünk. Így van. Szevasztok. Szevasztok.